Kellemes meglepetés érte a magyar kanizsai Batthyáneum, az idősek egyházi otthonának lakóit. Hozzájuk is ellátogatott a Mikulás. Első alkalommal volt ez így, hiszen a nyáron megnyílt otthonnak eddig még nem lehetett Mikulás napja. A Szent Miklós püspöknek beöltözött Mikulás érkezése előtt a Batthyáneum kápolnájában főtisztelendő Savelin Zoltán, martonosi plébános, az intézmény létrehozója, Csápek József diakónus és gyerekek segédletével Szent Misét mutatott be. A misét követően angyalkái és krampuszai kíséretében érkezett meg a Mikulás. A gyerekek énekeltek, majd egyikük egy történetet olvasott fel Szent Miklós püspökről. A Mikulás pedig ajándékcsomagokat adott át a bentlakóknak. Az idős emberek meghatódva vették át a nem várt ajándékot, hiszen már régen elszoktak tőle, hogy Mikuláskor nem csak a gyerekek, hanem ők is kaphatnak ajándékot. Többen közülük kedves emlékeket is felidéztek azokból a régi időkből, amikor még gyerekként várták a fehér szakállú jövetelét, vagy gyermekeiknek, unokáiknak készítették elő az ajándékokat. Szoktam tartani az ismeretséget mindenkivel is. Biztatom őket, hogy attól, hogy öregek vagyunk, azért tartsuk magunkat, hogy nem mutassuk, hogy betegek vagyunk. Tudja, az elmúlt napokban még egy urat meg is kértem, hogy danoljunk együtt, és megjött a hangja, mert nagyon gyengén beszélt. Nem volt hangja, de nem szabad hagyni, hogy ne társalogjon, beszélni kell, és jó kedvet is néha mutassunk. Az idősek egyházi otthonában jelenleg mintegy 15-en élnek, de hamarosan újabb lakók érkezését várják. Akik már itt töltik napjaikat, őszinte tisztelettel beszéltek az otthonban uralkodó körülményekről, szeretettel szóltak a személyzet hozzáállásáról, segítőkészségéről, ami elengedhetetlen egy ilyen jellegű szociális, egyben egyházi intézmény működéséhez. Savelin atya szerint a legfontosabb dolog, hogy az otthon ne csak biztonságot és törődést, hanem minél több isteni szeretetet sugározzon lakói felé, amire az idős embereknek nagyon nagy szükségük van. Mondhatom talán, hogy gyermekkori vágyam teljesült, hogy nem csak én kapjak egy élményt, egy örömet gyermeki világomban a Mikulásnak az esetéből, hanem én is tovább tudjam adni, és mint a riportokból elhangzott, hogy feleleveníteni, milyen szépen vissza tudtak emlékezni időseink az ő gyermekkorukra. Nos, ezt próbálom én tovább folytatni az ő életükre, hiszen ahogy idősödünk, hát mindig előjönnek a régi szép emlékek, ugye, és azokból tudunk élni, plusz még akkor hozzád csatoljuk mi is a jelenkornak az örömeit, az Istennek az áldását, és akkor kiegészítjük a múltat a jelennel, és akkor valahogyan összevetve egy örömet tudunk alkotni, megvalósítani, mindnyájunk közös érdekére nézve, mert hiszen ők örülnek, mi örülünk, és mindnyájan tudunk örülni, ugye, egy ilyen szép kis ünnepségnek. Savelin atya elmondta még, hogy karácsonyra reményei szerint már 20 felett lesz a 30 személy befogadására alkalmas otthon lakóinak a száma, és abban is bízik, hogy tavaszra megtelik az intézmény. Ez sem lesz azonban gond, hiszen már épül a Batthyáneum 2, amelyre már elkezdték felrakni a tetőszerkezetet.